méghozzá azokkal a muzsákkal, amelyek vagy elhallgattak, vagy nem hallgattak el az első világháború emlékhárman. Azon gondolkoztak el, hogy megvizsgáljuk az első világháborúban a kamarazenei jelenését. Tehát az a kamarazenei jelen 1910 és 18 közötti utat. És párhuzamosan el is a kamarazenei jelenésében az e-mailben. Tehát Marduk, Rai, Dürri, Szirelem, Stravinsky, Elvár, Fóé. Tehát a legjobb szerzők mindig, mint a különböző kamarazenei felállási felokat. Én nem véletlenül kellett ennyi eljutni a kamarazenei az időben, mert például Párizsban, után mindenki a pontokon harcolt, ezért nem volt egy szintén, hogy Istenek a Stravinsz egyszerre jelen. Úgyhogy tehát nem véletlenül fogjuk, hogy Dürri a kamarazenei felállt felépítőben az időben. Nagyon, nagyon erős műsor sikerült összeállítani, négy koncert az elérőről a szerintem mindenből. Egy koncerten szerepel egyébként Kovács Zoltának a kamarazenei alkotás, mert úgy jutottunk el ehhez az ötlethez, hogy először azt néztük, hogy ő Kovács kamarazenével mit tudnánk kezdeni. És ő a kamarazenének a döntő többségét azt a 10-es években írta. Nagy részt az első világháború alatt, és az első világháború által valamilyen módon befolyás alatt. És ezekből is, tehát minden koncertbe beépítettünk egy olyan időt. Most melyet választották? Tehát Kodály-tól el tudom hozni először is a dúó, aminek nem akarok már elveszteni ütletkezést őket, de lényeg a lényeg, hogy már akkor itt a Kodály, amikor kitört a világháború, és az elektrófő ügyvertják, hogy a mű, hogy mondja, a zenei tartalma mennyire tükrözi ezekről az eseményeket. Ennek ellenére meg fog szólalni a második bónusz négyes, egy válogatás az abból a dologból, amely az idegyét között jöttünk meg, illetve a szerelem, ami proforma már az első világháború után indult, de tartalma a végén. Egyébként elkezdte el az a korszak foglalkoztatni az együttes, amely egyébként mindig el, hogy nem szokásos kamera zenei felállásban, hiszen két zongora is szerepel benne, és egy nagyon kísérletező együttesről van egyébként szó, amely egészen a nagyon nagyobb a széles repertoárban foglalkozik. Szóval mi elkezdte az életet az együttes életet? Nagyon egyszerű válasz, annyira erősen lehet, hogy én nem lehet mellett elmenni. De a Radetti Jónál, vagy egy Bartók másképp jelenti, és miért jobb, ha van az emelet nincs. Így vagy így. Ezt szerintem teljesen kifejezőt. Meg erre a koncertre mondanak, ezt így vagyok van. Sor. És akkor beszél...